Nagy szeretettel köszöntöm a 9.tv nézőit és Kerényi Máriát, a Zöld Kakas Líceum igazgatónőjét és tanárát. Vele fogunk beszélni a távoktatás innovatív lehetőségeiről. Ugye azt tudjuk, hogy az otthontanulás és ez a távoktatás azért teljesen más, mint amilyen digitális oktatást mondjuk eddig a tantermekben átéltek a diákok. Hogy lehet az ő figyelmüket fenntartani ilyen módon, ilyen keretek között, hogyan lehet őket megragadni a digitális eszközök segítségével? Önnek ebben egészen komoly tapasztalatai vannak. Én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a komoly tapasztalatokat, azokat az elmúlt néhány hétben sikerült összeszedni, és mondhatom, hogy valamennyi diákom sokkal ügyesebben mozog ebben a térben, mint jó magam. Minél fiatalabb egy kollégám, egyébként ő is annál inkább. Tehát én magam jóval a digitális bevándorlók idősebb generációjához tartozom. Lényegében nem történik más itt sem, mint a tanteremben 3D-ben. Ha azt tekintem, hogy kapcsolatot teremtek a diákkal. Mi a tapasztalata, hogy a diákjai mennyire vannak digitális eszközökkel egyébként jól felszerelve, és hol tartanak a diákok ezeknek az ismeretében, mennyire kezelik ezeket biztonságosan, készségszerűen? Nyilván, hogy itt azért óriási különbségek lehetnek a korban is, osztályok szerint is. A diákjainak szinte 100%-a ellátott digitális eszközökkel. Ami érdekes igazából, hogy több olyan diákunk van, akinek ott van a kezében a technika, ott vannak az eszközök, és tulajdonképpen ügyesen is tud bánni vele, de a teljes tárát, vagy a lehetőségeit azt nem ismeri fel. Az, hogy mondjuk arra törekszünk, most én magam azt próbálom, hogy ha már egyszer digitálisan tanulunk, akkor nézzem meg egy színházi előadást, vagy hangos könyvet, vagy a Magyar Elektronikus Könyvtár, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagaiban egy kicsit merüljön el. Ez tulajdonképpen lehetőség arra, hogy megtanulják a gyerekek, vagy találkozzanak azokkal a lehetőségekkel, hogy egy kiváló technikai eszköz, nem csak csetelésre, nem csak viccelődésre való, hanem másra is. Így is lehet tanulni. De az is igaz, hogy mi is tanulunk tőlük, hiszen és azt igyekszünk beforgatni egyébként a tanításban. Hiszen a digitális kommunikációnak a térhódítása az egyben egyfajta stílusváltást is jelentett, még magára a nyelvre is hat. És ezt is érdemes egy kicsit jobban megfigyelni, ezzel is érdemes mit kezdeni. Tehát valahogy most ebben a térben bizonyos szempontból közelebb kerültünk egymáshoz, mint annak előtte voltunk. A Moliert folytatjuk, és Molierrel kapcsolatban jön a nagy próba. Nem véletlenül az a tévés szöveg, az a Tartüfföt helyezte középpontba. Tartüffről ugye immár tudjátok, hogy egy olyan alak, aki beférkőzött a család figyelmébe, valójában leginkább a család fő szívét nyerte el azzal, hogy olyan ájtatosnak tűnt, meg a családfő édesanyja él-hal érte. Közben a család összes többi tagja pontosan tudja, hogy a Tartüff ez egy ócska csaló. Mit láthattunk éppen? Kicsit értelmezzük a látottakat. Mit láttátok? Beköszönök. Kicsit beszélgettünk. Elmondom, hogy mit fogunk csinálni, és azok a feladatok, amiket kapnak, azt viszont minél több formában kapják meg. Tehát egyszer én elmondtam, hogy mit kell csinálni, utána felraktam a webcsoportba a linket, utána még Word dokumentumban is oda mellékelem, hogy mit csináljanak. Tehát elég sok irányból igyekszem bombázni a gyerekeket, hogy mindenkihez elérje. Úgyhogy a következőt találtam ki, hogy a laptopomat összekötöttem egy projektorral, és gyakorlatilag a konyha falára vetítem ki a csoportképet,
és akkor ha messze állok, és mutatom, hogy így emeld a lábad, meg úgy tekerd a lábad, meg amúgy vakard a füled, akkor még messziről látom, hogy mind a 10 ember éppen hogyan csinálja. Akár még egy lombsátornak az elkészítését is be lehet mutatni bizonyos eszközökkel ilyen formában. Az egyik foglalkozásom az kimondottan kisgyerekeknek való, és ott egy kis mese is van, és kézműveskedés. Amikor 3D-ben együtt voltunk, akkor kézműveskedtünk. Na de hogy lehet ezt online? Hát kegyetlen volt, mert előkészítettem úgy a terepet, hogy megírtam chatben, hogy mit hozzanak magukkal az órára. És akkor úgy kezdődött az óra, hogy mindenki mutassa fel. Megvan a doboz, megvan az olló, megvan a ragasztó, megmutatták. És ilyen vizes papírt ragasztottunk vizes papírra, és akkor amikor eljött a nagy pillanat, akkor én is csináltam, ők is csinálták. És nem tudom, hogy másnak át kellett-e öltözni utána, de nekem igen, mert hogy a nagy izgalomban ott minden halálvizes lett nálunk, az biztos. De elkészült ez a dolog, és hát igen, ráadásul úgy is tudtam elhelyezni, meg olyan képet is tudtam rakni, hogy az előkészületeket is külön tudtam aztán mellékelni. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak elmondjam egyszer, ne csak megmutassam, hanem legyen egy dokumentációja, legyenek képek, ahol mindig vissza tudja nézni. Amilyen összetettek ezek az órák, amik minden érzékszervre hatnak gyakorlatilag, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyről tudják a gyerekek az inspirációt szerezni. Ugye ez az egyik kulcskérdése ennek a fajta oktatásnak, hogy így mennyire lehet a diákokat motiváltan tartani abban, hogy ezeket az ismereteket magukhoz vegyék. Aztán pedig a következő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt számon kérni? Számon lehet egyáltalán kérni ilyen formában az oktatást, a leadott tananyagot esetleg? Nagyon, nagyon fontos. Az egyik, hogy hogyan tudom motivációban tartani a gyerekeket. Hát ha annyira érdekes, amit csinálunk, akkor igen, de ez mindenütt itt van. Ha a gyerek unja, akkor lehet, hogy udvariasan ott ül az órán, csak nem látszik, és nem látszik, hogy mi megy a fejében. Itt meg egyszerűen kikapcsol, vagy ott hagy. Tehát ez nem nagyon változik. Az a lényeg, hogy ő mit csinál. Tehát ez a diák aktivitásáról épül. Ez komoly felelősséget is jelent a diákok számára, ugyanakkor lehetőségeknek is. Mert hogy igyekszünk olyan feladatokat kitalálni, hogy a saját képére tudja formálni ezeket. És hát azt hiszem, hogy ebben a furcsa távoktatós dologban valójában ezt a döntést kell meghozni mindannyiunknak. Olyan lehetőségeket tárok fel előtte, amik megragadják annyira, hogy megcsinálja, hogy kezdjen valamit azzal, amit adtam neki. És aztán azt értékelem, amit kezdett vele, amit visszaad. Azt is gondolom, hogy a kicsi gyerekek, azok nagyon távol vannak még attól, hogy bármit is komolyan számot kérjük rajtunk, hanem segíteni kell őket, és valóban kinyitni a világot. Egyébként olyan kérdéseket is felvet, ugye, hogy azok a gyerekek, vagy ugye azok az iskolák, meg oktatási körök, vagy nem tudom, mit, pontosan milyen kifejezést használjak erre, de akik tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel, és jól ragadják meg, azok igen, tehát azok nagyon komoly utakat járhatnak ezzel be, és nagyon komoly előnyökre tehetnek szert mondjuk azokkal szemben, akik nem fognak tudni ezzel élni, és hát biztos, hogy nagyon sok olyan gyerek lesz, aki sajnos nem tud ebben részt venni, mert mondjuk olyan hátrányos helyzetben van, vagy hátrányos helyzetű településen él, és hogy így az olló a különböző gyerekek, meg a különböző tudásszintek, fejlődési szintek között nagyon-nagyon megnyílik. Ez bizony így van. Annyira így van, hogy nem csak a gyerekekről van szó egyébként, hanem a kollégákról is. Itt most, ebben a pillanatban ezt a helyzetet, amiben vagyunk, ezt a pedagógusok oldják meg. Tehát ez nem valami központ irányítás által megoldott dolog, hanem minden kolléga saját maga végig küzdi a magáét, és a kollégák igyekeznek egymást támogatni.
tulajdonképpen a kollégák lelkiismeretéből fakad. Nem hagyja úgy, nem hagyja lógva a gyereket, és nem hagyja elengedni ezt az egészet, de nagyon sokan nagyon komoly nehézségekkel küzdenek. És nem most vágynak a segítségre, hanem ezelőtt évekkel kellett volna megtámogatni őket abban, hogy most természetesként éljék meg ezt a váltást, ezt a helyzetet. És hát igen, azokban a leszakadó településekben, de akár a leszakadó városrészeket is mondhatnám, hiszen Budapesten is vannak olyan városrészek, ahol olyan szegénységben élnek emberek, hogy nem az a kérdés, hogy van-e okostelefonja, vagy tabletje, vagy bármi a gyereknek. És nagyon, nagyon komoly dolog az, hogyha otthon ül, és nem tud bekapcsolódni a tanításba. És valóban nyílik ez az olló, és nagyon ijesztő, hogy mi történik. Ebből a szempontból ezt én nagyon aggályosan tartom. Nem segítség, hogyha egy iskolatűvét csinálunk, mert hogy akkor ugyanúgy nézhet valakit a tévében, mint ahogy egy frontális órán nézhet meg valakit, de a frontális órán legalább ismeri, mit színén, a tévés meg nem ismeri. Tehát valószínűleg nem fogja érdekelni őt ennyire. Tehát akkor csak úgy működik ez a rendszer, hogyha ez interaktívvá van téve. Ahhoz, amit ön csinál, ahhoz őszintén csak gratulálni tudok, és reméljük, hogy amúgy jó példával tud szolgálni esetlegesen más iskoláknak is, úgyhogy nagyon sok erőt és kitartást kívánok önnek és az iskola többi dolgozójának is ehhez a munkához. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, vigyázzanak továbbra is magukra, és kövessék a 9.tv műsorait.